Köszöntöm nézőinket, Kovács Szilvia alpolgármester asszonyal beszélgetünk, hiszen egy török delegáció van városunkban. Nagyon nemes célért érkeztek, hiszen a városunk és a térségünk ételeit tanulmányozzák. Így van, a két nép gasztronómiáját tanulmányozzák, és próbálnak közös pontokat találni, és ahogyan elmondták, találtak is, hiszen nagyon sok olyan közös étel van, amit ők is és mi is fogyasztunk. A birkás ételek nagyon finomak voltak, és a legnagyobb örömömre a birka pörkölt volt, ízlett nekik a legjobban. Számomra furcsa volt az a káposztás birka, amit ők kértek, de ízlések és pofonok, ők is ezt szeretik. Nagyon sok birkaételt fogyasztanak. Megtudtuk, hogy a férfiak nagyon levesesek, nagyon sok leves szeretnek fogyasztani. Szerintem ez egy kicsit rokon a magyar férfiakkal, és úgy gondolom, hogy ez mind a hagyományaink ápolását, őrzését, továbbadását erősíti, és jó dolog azt látni, hogy mások hogyan étkeznek, hogyan táplálkoznak, és talán még jobb dolog azt látni, hogy vannak közös pontjaink, és ők is fogyasztják azokat az ételeket, amelyeket mi. Mondjuk mi azokat a nagyon édes süteményeket, mint a baklava és a többiek, azokat nem fogyasztjuk, illetve hát valaki megkóstolja, inkább csak kóstolás szintjén, hiszen legalábbis nekem ez nagyon édes, de ő mondta, hogy ő szereti. Igen, én nagyon szeretem. Nagyon sokféle, igazán különleges elkészített süteményeik vannak. Igaz, hogy nagyon édesek, hiszen némelyik tocsog a mézben, de én úgy gondolom, hogy ezek mind finomak. Viszont a Julika által készített rétes is nagyon ízlett nekik, és én úgy gondolom, hogy nagy élményekkel térnek haza Karszagról. Külön öröm számomra, hogy tegnap és a mai nap folyamán délelőtt nagyon sok karcagi emlékkel, nevezetességgel megismerkedtek, és én bízom abban, hogy Karcag jó hírét elviszik, és még többször lesznek látogatók, vendégek városunkban. És hát reméljük, hogy a kutatás végén akkor esetleg egy török kavalkádot, ízkavalkádot is megkóstolhatunk. Így van, ki tudja, hogy ezután a projekt után milyen projekt következik. Én bízom abban, hogy ezt sikeresen le tudják zárni, hasznos lesz ez a projekt, eredményes lesz, és én örülök, hogy ebben a magyarok is benne vannak. És különösen, hogy Karcag benne van ebben. Én is pont ezt akartam mondani, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Dr. Balta Júliával beszélgetünk, hiszen ő az egyik összekötő kapucs ebben a projektben, a Karcag és a törökök között. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi is ez a projekt, és hogy került Karcagra. Igen, az UNESCO Török Nemzeti Bizottsága elhatározta, hogy Románia, Bulgária és Makedónia után kiterjeszti a kutatást Magyarországra is, a népi kultúra számos területén, de mindenek előtt most a népi táplálkozás és a népi díszítő művészet, meg a népzene területén. Amikor két évvel ezelőtt történt ez az elhatározás, és amikor én ott jártam Ankarában, behívatott a nagykövet úr, egy órán belül az UNESCO székházában találtam magunkat, és ott beszéltük meg ezt a projektet. Még abban az évben eljött ide Karcagra Özsál úr, a Török Nemzeti Bizottság elnöke, és meggyőződött arról, hogy van bizony itt mit kutatni a táplálkozás kultúra területén. Ez igazán ugye főleg a jó ételekre vonatkozik, de természetesen mást is főztünk, más, mindenhol megkóstolnak mást is. A programok zöme a Jászkonságon zajlik, elsősorban Karcagon, Kisfűszálláson, de kontrollpontként és kitekintésként Jászberénybe és Jászfényszarúba is elmegyünk, hiszen a törökök révén a hazai szőlőművelés nagyon jelentős lett, és például a Jászságban ők honosították meg. De sorolhatnánk egy sor mást is, említeném a paprikát mindenképpen, ugye, ami a 16. században török közvetítéssel került ide hozzánk. Igaz, először a paraszti konyhát ékesítette, és csak onnan emelkedett aztán olyan rangra, hogy már az egész ország használja, el se tudja képzelni a pörköltet paprika nélkül, de sorolhatnám a dolgokat. Közös ételeink is vannak, nem csak a jó ételek. Ugye a nagykonságon 26 féle jó ételt ismerünk, más fajta ételek is vannak. A töltött káposzta, a szárma például, vagy a töltiként ismert szőlőlevél, az ugyancsak mindkét ország táplálkozás kultúrájában jelen van. Szóval ilyenkor szoktuk mondani, hogy olyan nehéz a néprajzos élete, mert mikor felállunk az asztal mellé, rá sem merünk állni a mérlegre egy ilyen kutatás után, de valóban nagyon fontos lesz, mert közelebb hozza az embereket. Aztán, amikor ennek a projektnek vége lesz, akkor
kezdődik a népi díszítő művészet területén egy újabb program. Az is izgalmas lesz, hiszen azért a hímzés kultúrában sok mindent átvettünk mi tőlük. Valóban tőlük tanultuk el, hiszen a kereti kelméket ők közvetítették felénk, amit aztán hímezni kezdtek a mi asszonyaink. Amikor vége lesz ennek a programnak, akkor ezek a tanulmányok, amiket mi írtunk, ezek három nyelven fognak megjelenni különböző kötetekben, aminek a gazdája az UNESCO lesz továbbra is természetesen, hiszen ez olyan ékessége lesz a kulturális kapcsolatoknak, hogy igazán büszkék lehetünk rá. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy részese lehetek ennek a programnak. Egyébként miként nálunk is, tehát azért muzeológusok vannak benne, és egyetemi tanárok, Törökországban is az egyetemek holdudvarából választották a kollégákat, a jelenlévő török kollégák mindegyike egyetemi tanár, illetve két fiatalkánk is van, ők doktoranduszok. Úgyhogy a jövő kutatói. Nagyon-nagyon szép program ez, és nagyon-nagyon vidámak vagyunk, nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk újra. Mi már hazajöttünk a törökországi gyűjtésről, két hete voltunk kint, és mindent megnéztünk, mindent megmutattak nekünk, amit igazán érdemes. Elsősorban a magyar emigráció helyét jártuk végig, és ugye azt kerestük, hogy vajon a táplálkozás kultúrában hagytak-e nyomot a mi magyarjaink. A közösség oldal az ön profiában nagyon szép képeket is lehet erről látni, és gyönyörű, tényleg gyönyörű helyeken volt, de magyar részről önön kívül ki vesz még részt a kutatásban? Hoppál Mihály, az Európai Folklor Intézet igazgatója, Hoppál Mihály néprajzos, ő a kutatás vezetője, ő igazán a mi magyar részről, ő a projektvezető, aztán Bató Edit, Jászberényi néprajzos kolléganő, Bán Andrea, Török Szent Miklósi néprajzos kolléganő, és jó magam vagyok benne ebben a programban. Azt gondolom, hogy órákig tudna még mesélni, hiszen rengeteg élmény gyűlt ott össze, meg itt is gondolom a török vendégekkel is nagyon sok helyre mennek. Én azt kívánom, hogy legyen eredményes ez a projekt, és akkor legyen folytatása. Köszönöm szépen, úgy legyen.